A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban megmutatjuk, hogy hogyan gyakorlatoztak a tűzoltók Fehérváron, aztán egy bringás és egy futós programról számolunk be, végül pedig a nyári tűzveszélyekre hívjuk fel a figyelmet. Tartsanak velünk! Megszólaltak a tűzjelzők a Pláza moziában, valós veszély azonban szerencsére nem történt. A tűzoltók a diáksággal közösen gyakorlatoztak. Stílszerűen sűrű füst és a tűzjelző hangja szakította meg a vármegyei katasztrófavédelem munkájáról szóló kisfilmet a Pláza moziában. Arra! Amint megszólalt a tűzjelző, a mozi munkatársai felkapcsolták a fényeket, és segítettek a fiataloknak abban, hogyan tudják leggyorsabban elhagyni a termet. A diákok a tűzlépcsőn keresztül jutottak biztonságos helyre. Volt azonban 4 diák, akik a bevásárlóközpont tetején rekedtek. Őket az egyenruhások mentették meg. A tűzoltók létrán vitték le a parkolóba a feltételezett szituáció szerint bajba került mozizókat. A gyakorlat célja kettős volt, mondta a székesfehérvári katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője. A mai napon a Pláza moziában összegyűlt gyerekeknek tartottunk egy pályorientációs és egy ilyen felkészítő napot. Tűzoltó zenekar előadásával kezdődött ez a rendezvény, majd a katasztrófavédelem tevékenységét bemutató kisfilmmel zárult, és ezt követően pedig, ami a lényeges volt, egy kiürítési gyakorlat valósult meg, füsteltelt a moziterem, megszólalt a tűzjelző, és erre a jelre diákok elhagyták a létesítményt. Különösen ez egy fontos momentum volt, hiszen erre készítettük őket már az elején is, hogy egy rendezvény során milyen, ha fellép valamilyen rendkívüli esemény, milyen magatartási szabályokat alkalmazzanak, hogyan lehet biztonságosan elhagyni a helyszínt egymásra figyelve, és magukat is szem előtt tartva. Ezt követően pedig, ahogy a kiürítés megtörtént, egy tűzoltási bemutatót tartottunk itt a Pláza parkolóban, ahol egy feltételezés szerint elektromos gépjármű égett, azt tűzoltótakaróval oltották el a kollégák, egy autó pedig meggyulladt, átterjedt rá a tűz a feltételezés szerint, ezt pedig hagyományos oltási móddal oltottuk el, miközben feltételezés szerint 4 fő fent rekedt a Pláza tetején, őket pedig kosaras létrás magasból mentővel mentettük le ide a földszintre. Sallai László szerint a tűzoltók rutinosabbá válnak az ilyen feladatok teljesítésével, és a fiatalok körében népszerűsítik a tűzoltó hivatást. Fiataloknak pedig olyan impulzusokat szerettünk volna átadni, hogy ők, ha valamilyen rendkívüli eseménnyel találkoznak, akkor őrizzék meg a higgadtságokat, legyenek szemfülesek, talpra esettek, másokon is tudjanak segíteni. Egy beavatkozás során nagyon fontos a kiérkező egységeknek, hogy milyen tömeggel, milyen személyekkel találkoznak, és egy nagy segítség, hogyha felkészült emberek vannak a helyszínen. A gyakorlaton több mint 300 olyan fehérvári középiskolás vett részt, akik rendészeti ismereteket is tanulnak. A fiatalok azt mondják, nagy élményt jelentett számukra, hogy testközelből élhették át, hogyan dolgoznak a tűzoltók. Azért izgultam, persze természetesen izgultam, mert hát azért nem mindennapi, hogy a moziba bent ülünk, és akkor hogy csak lesz egy ilyen helyzet, de amúgy meg jó volt, és nagyon jól elmagyarázták, hogy mit kell csinálni, hova kell menni, és az egész protokoll nagyon jó volt szerintem. A gyakorlatot önként vállalt feladatként teljesítette a kirendeltség, utoljára 2 éve volt hasonló, és a jövőben szeretnék rendszeressé tenni. Az Alba Plázának azonban ez volt az előírás szerinti éves tűzriadó gyakorlata, így az üzleteket átmenetileg bezárták délelőtt.
szépségverseny és akadálypálya is várta az idei bringás felvonulás résztvevőit. A cél idén is az volt, hogy felhívják a figyelmet a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésének szükségességére. Biciklisekkel népesült be a palotavárosi tavak környéke. Az idei bringás felvonuláson több száz sportoló pattan nyeregre azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésének szükségességére. Minden évben ugyanarra hívjuk fel a figyelmet ezzel a rendezvénnyel. A bringás infrastruktúrával nem vagyunk elégedettek, egészen nyilvánvalóan a városainkat nem ennyi autóra tervezték, és azok, akik a bringás életmódot választják, nem elégedettek a jelenlegi lehetőségekkel. Úgyhogy ezen szeretnénk, hogyha változtatna az önkormányzat a hozzáállásában, és több pénzt, illetve több figyelmet fordítanának a bringásokra. Volt, aki monociklivel érkezett a rendezvényre. György Tamás azt mondja, a látszat ellenére nem bonyolult vele kerékpározni, így bárkinek szeretettel ajánlja, akinek fontos az egészsége. Egy hónapig tartott nekem megtanulni a napi gyakorlással, és nem is bicikli, hanem monocikli, mert a Viasz 2 és a Mono az pedig 1, és ez nagyon jó tartást ad, nagyon jó kardió, nagyon jó edzés, izgalmas is, de nem olyan veszélyes, mint amennyire tűnik. Úgyhogy bárkinek ajánlom, aki meg akarja próbálni. A fiatal kerékpáros elárulta, mindennapjai része a kerékpározás, így mindenképpen szeretett volna részt venni a felvonuláson. A kerékpározás az életem része volt mindig is, a klub előtt is már. Ezzel járok munkába, ezzel járok bevásárolni, illetve mindenféle teendőimnek a nagy részét ezzel végzem. És örülök, hogy így a kerékpáros klub szervezésében is részt tudok venni, segíteni és támogatni ezt a mozgalmat, hogy minél többen kerékpározzunk. A több száz biciklisből álló mezőny résztvevői az indulást megelőzően kipróbálhatták ügyességüket is a tavaknál lévő pumpapályán, valamint volt akadályverseny és bicikli szépségverseny is, a jó hangulatról pedig a sokak által ismert zöld gondoskodott zenéjével. Körülbelül 10 kilométeres távot rendőri felvezetéssel tették meg a biciklisek palotavárosból indulva, majd egyebek mellett a Horváth István és Deák Ferenc úti körforgalmon, a Halesz parkon, a Mátyás király körúton keresztül érkeztek vissza. Minden eddiginél többen álltak rajthoz az idei tesztfutáson. A Deponia futóversenyére közel 1500-an neveztek. Ismét a futásé volt a főszerep pünköst hétfőn. Minden eddiginél többen álltak rajthoz a 12. tesztfutáson. Az idei versenyen egyéniben közel 300-an álltak a rajthoz, emellett 22 háromfős váltó jelentkezett. A cél az volt, hogy a fehérvári polgároknak biztosítsunk egy olyan eseményt, egy olyan lehetőséget, hogy utcai futóverseny formában versenyezhetnek, kompakt távokon 4,8-11,2 km, tehát nem fél maraton. Azoknak szántuk ezt az eseményt, akik most kezdtek, vagy mostanában kezdtek sportolni, és mindenképpen szeretnénk őket megfertőzni ennek a forgatagával, ennek a bájával és ennek a varázsával az utcai futóversenyeknél. Nagyon-nagyon jó, nagyon örülünk neki, hogy itt Fehérváron, a belváros mellett, ezen a gyönyörű helyszínen már 12. alkalommal futhatunk.
Az esemény főszervezője azt mondja, évről évre egyre népszerűbb a tömegfutás. Itt Pünkösd környékén, illetve a Környezetvédelmi Világnap környékén rendezzük a futást. A depónia futás az egyértelműen töretlenül egyre több futót hív és vár évről évre. Minden évben 1000 pólót osztunk ki, az első 1000 jelentkezőnek, tavaly az elfogyott, és ahogy a sor végét nézem, szerintem az idén is el fog fogyni a rajtig. Illetve a tesztfutásnak a 4,8 km-es, a 11 km-es, valamint a Panorama Offices váltó kategóriáknál is közel 300 főt várunk, ez is úgymond rekord a tesztfutás történetében. 3, 2, 1. A hagyományokhoz hűen idén is Miklósa Erika Kossuth díjas énekes Mészáros Attila alpolgármesterrel közösen indította el a mezőnyt. Ez fantasztikus teljesítmény, hogy most már 13. alkalommal nyithatjuk meg, indíthatjuk el a tesztfutást itt Székesfehérváron, tiszta egészséges Székesfehérvárért. Én nagyon örülök neki, és köszönöm szépen az ARAK minden tagjának, vezetőjének, sportolójának, aki mai napon segít, hogy ez a verseny megszervezése kerülhessen. Ami igazából nem is verseny, hanem egy fantasztikus tömegsport rendezvény, hiszen nagyon-nagyon sokan, több százan, több mint ezeren lesznek az idei tesztfutáson is, ami jelzi, hogy az emberek így egész szeretnek sportolni, szabad térben sportolni, nagyon sokan futnak, ezt látjuk egyébként hétköznap is a különböző helyszíneken, amelyeket az elmúlt években sikerült kiépítenünk az ő számukra. Úgyhogy nagyon örülök, hogy az idejében is ilyen népszerű ez a program. A rutin része a dolognak. A verseny résztvevői között akadt, aki nem szokványos módon vett részt a versenyen, hármas ikrekkel teljesítette a kitűzött távot. A sportolni vágyók egyébként választhattak a 4,8 és a 11 kilométer között, valamint lehetett váltóban is indulni. Ha jól látom, megvan az első győztesünk, gratulálunk! Nagy Rihárd 15,5 perc alatt lefutott ezt a mintegy 3-5 kilométert, nem akár. Nagy Rihárd kevesebb, mint 16 perc alatt teljesítette a 4,8 kilométert, ezzel megszerezve az első helyet. Nagyon-nagyon tetszik ez a verseny, nagyon szeretem. Kimondottan ilyen 5 kilométeres versenyeket. Voltam tavaly is, akkor hosszabbon. Most a rövidebbet választottam, nagyon jó hangulata van. Szeretem Fehérvárt, szuper minden. Őt követte nem sokkal lemaradva Zalavári Botond, aki sérülése ellenére kiváló eredménnyel végzett a versenyen. A fiatal fiú elárulta, egyik barátjának buzdítására nevezett a versenyre. Nem nagyon készültem, ami azt jelenti, hogy Szlovákiában egy héttel ezelőtt meghúztam a vádlat, és hétfőn kedden szerdán még alig álltam lábra. De egyébként azt leszámítva élveztem azt a pár koszogást, amit tudtam vele csinálni. Most pedig hát ez lett az eredmény. A nőknél a legjobb eredmény Hajas Bernadetté lett, aki elárulta, habár az időjárás kissé kifogott rajta, az edzéseknek meglett az eredménye, sikerült megdöntenie egyéni rekordját. Én a Honvéd Szondi első atlétika szakosztályában edzek az Őze Tiborral, tehát a Bregyóba készülünk heti kétszer, hétvégente futom a hosszúimat, illetve nagyon sok utcai versenyen indulok. Egy hete Győrben futottam, ott megnyertem a 16 kilométert, úgyhogy én most így formában vagyok, mondhatjuk. A tiszta, egészséges Székesfehérvárért futóversenyt követően idén is megrendezték a depónia futást, amelyen 1,6 kilométert kellett teljesíteni a sport szerelmeseinek. A nevezés feltétele egy széttaposott PET palack volt, amelyért cserébe ajándékpólót kaptak a futók. Na jó, most érkezett az első futó, gratulálunk! A leggyorsabban Kis Péter, a Tóvárosi Általános Iskola tanulója futotta le a távot. Az elején nagyon beakadtam, de aztán elkezdtem jobban futni, koncentrálni, és így a végén már fáradtak a többiek, és így be lehetett őket húzni. A fiatal futó elárulta, az iskoláját szerette volna támogatni a nevezésével. Nyáron is leselkednek ránk veszélyek, a tűz többféle formában okozhat tragédiát. Stúdiónkban erről beszélgetett Kis Dávid Renáta kolléganőm, Koppán Viktor Dávid tűzvédelmi főelőadóval.
Sportrendezvények, fesztiválok biztosítását is segítik, de egyebek mellett természetesen a mindennapi munkába is besegíthetnek. Én azt gondolom, hogy bátran elmondhatjuk, hogy igazi bajtársak, és ami nagyon fontos, és ki kell, hogy emeljük, hogy itt a megyében is ők az egyik legfelszereltebb tűzoltóegyesület. Most pedig arról fogunk beszélgetni Koppán Viktor Dáviddal, hogy tulajdonképpen a nyári időszakban, vagy a melegebb időszakban mi az, amire fontos figyelnünk, mi az, amire figyeljen a lakosság, a tűzvédelem, a tűzmegelőzés kapcsán. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Köszönöm a lehetőséget, és a felvezetést is köszönöm, de el kell mondani, hogy valóban nem csak akkor kell akár az önkéntes tűzoltóknak, tűzoltóegyesületeknek foglalkozni a tűzzel, hogyha baj van és oltani kell, hanem azt gondolom, hogy igenis nagyon feladatunk a tűzmegelőzés is, és ez is egy nagyon jó alkalom arra, hogy el tudjuk mondani a lakosság számára, hogy mik azok a veszélyek esetleg, amik meg tudjuk előzni a tüzeket. Én azt hiszem, hogy sokan talán azt gondolják, hogy tényleg főként a téli időszakban van szükség a ti segítségetekre. Ugyanakkor ez nem igaz, hiszen itt a nyári meleg időszakban is rengeteg dolgotok van. Említs kérlek párat, akár konkrétumot is említhetsz, és egy kicsit próbáljuk meg a nézőket, a lakosságot elrettenteni, természetesen a szó jó értelmében, ebben a tekintetben és ebben a kontextusban, hogy tulajdonképpen mi az, ami ebben az időszakban előfordulhat, mi az, amire figyeljünk. Mindenképpen fontos beszélnünk az év minden szakában arról, hogy megelőzhetőek a tűzek, hiszen ez feladatunk is, és valóban nem elrettenteni szeretnénk senkit, hanem segítséget nyújtani. És hát ha szeretnénk, akkor szezonálisan lebontható az, hogy télen ugye általában a fűtéssel kapcsolatos tűzek vannak, általában a karácsonyfával kapcsolatos tűzek jelentősen, de egész évben tulajdonképpen beszélhetünk tűzveszélyről, hiszen nagyon kevés dolog kell ahhoz, hogy tűz legyen. Kell hozzá éghetőanyag, oxigén, ugye ez rendelkezésre áll minden lakásban, textilek, különböző kárpitok, függönyök, szőnyegek, nagyon sok bútor van körülöttünk, tehát nagyon sok éghetőanyagot használunk. Oxigénben is ugye rengeteg van, hiszen nekünk is szükségünk van rá, mert csak egy dolog kell hozzá, valamilyen gyújtó forrás, ami ezt az éghetőanyagot addig melegíti, hogy tulajdonképpen tűz keletkezik az oxigén segítségével, és hát meg szokták vizsgálni, hogy milyen lehetőségekből adottak a tűzek, és akkor, amikor sajnos évek óta visszamenőlegesen nézzük a statisztikákat, és közel 4000 épülettűz van az országban évente, és sajnos halálos áldozat is 30-40 fő között azért minden évben előfordul egy ilyen tragédia, akkor azt gondolom, hogy igenis beszélni kell arról, hogy hogyan lehet ezeket a tüzeket megelőzni. És a szakemberek a tűzvédelmiatok során felszokták ezt bontani. Van elsőször egy emberi tevékenységre visszavezető utók, ezt úgy hívjuk a szakmában, hogy nyílt láng használata, sütés, főzés, üngyújtó, gyertya, mécses, bármi, amit az ember a tűzzel foglalkozik a saját kezével. Aztán vannak az elektromos tűzek, ugye ez megint évek át bármilyen hónapban tulajdonképpen jelen lehet, hiszen nagyon sok elektromos berendezést használunk. Ugye panelépületek is most már 50-60 éves panelépületekben élünk, és ugye elektromos hálózat is már nem biztos, hogy túl fiatal, és azóta, mióta tervezték ezeket az épületeket, azóta nagyon sok ilyen klíma lett, szárítógép, mosogatógép, mosógépek, egy nagyon sok olyan elektromos berendezést használunk, ami esetleg túlterhelést is tud adni ezeknek az elektromos hálózatoknak, és ebből igazából nyáron ugye nagyon elindul a klíma szezon, tehát akkor az megint az elektromos tüzeknek abszolút egy veszélyforrása lehet, úgyhogy érdemes átnézni mindenkinek azt, hogy azok a gépek, amiket használnak, azok megfelelő párban vannak-e a lakásnak vagy a háznak az elektromos hálózatával. Aztán harmadik helyen szokott állni a tüzeléssel, fűtéssel kapcsolatos veszélyforrások. Hát igen, kéményekkel, ilyenkor már mindenki ez még egy téli időszak szokott. Igen, nyáron azért ilyenkor ugye nem a fűtésre használjuk a tüzet, hanem esetleg grillezésre. Így van, igen. Ez is lehet, szabadtéri tüzeket is nagyon előszeretettel szoktak gyújtani. És még egy dolgot szeretném felhívni a figyelmet, lehet, hogy meglepő ez, de hogyha a statisztikákat megnézzük, akkor sajnos negyedik helyen a dohányzás áll. Hiszen ebből is előfordultak már sajnos tragédiával végződő tüzek. Az is előfordult nyilván, hogy valaki esetleg kirívó esetben a elalvás közben a cigaretta az még nem aludt el, és úgy volt tűzkeletkezett. De hogyha csak arra gondolunk, hogy ez egy papír csík, amit használnak a dohányosok, annak tűz van a végén, és hogyha nem teljesen nyomják el a hamutartóba, akkor pici apró parázsok ott vannak, és csomó ott már elnyomott, eldobott cigaretta vége, az meg tud gyulladni. Nem figyelünk oda este, esetleg egy hosszú beszélgetés után bemegyünk aludni, kint marad a teraszon a hamutartóba esetleg még a parázsló cigaretta vég. Ugye most nem a klasszikus filmre gondolunk, hanem egy valóságos helyzetre. És hát, hogyha feltámad egy kicsit a szél, akkor plusz oxigént ad ennek a parázsló cigarettavégnek, és ebből is nagyon hamar egy lakástűzhöz juthat az ember, hogyha nem figyel oda a dohányzásra.
Ja, ha jól emlékszem, 2023-ban, tehát a tavalyi évben ünnepeltétek a 15. évfordulótokat, tehát több mint másfél évtizede van maga az Egyesület, ha az Egyesületről beszélünk. Milyen tapasztalásaid vannak, amióta te tulajdonképpen részt veszel a munkába, és ebben a fajta munkában, hogy nyáron hogyan tudtok ti a prevencióról tulajdonképpen tájékoztatni, és mi az, amivel ti meg tudjátok azt mutatni a nézőközönségnek, vagy adott esetben az érdeklődőknek, a városlakóknak, a megye lakóknak, hogy igenis fontos a figyelem. Azt gondolom, hogy nem csak, hogy hazabeszünk, de nagyon nagy segítség nekünk a Fehérvár Médiacentrum is, hogy a különböző felületeken mindig erre lehetőséget kapunk, és eljuthatatok ezek a prevenciós információk. De ezen túl egyébként szerencsére a városban nagyon sok olyan rendezvény van, ahova mi meghívást kapunk, akár a legkisebbeknek szóló napközis táborokba, egyéb családi rendezvények, és ott mindig megpróbálunk korosztálynak szóló apró figyelmességet felkelteni őket, hogy gyerekeknek is nagyon érdekesen lehet beszélni egyébként a tűzmegelőzés, hiszen őket érdekli a tűzoltóautó, és hogyha már oda jönnek a tűzoltóautóval játszani, akkor szoktunk velük azért beszélgetni az ő koruknak megfelelő kommunikációval, és el tudjuk azt mondani, hogy nekik mire kell figyelni, és kaptunk már visszajelzést olyan szülőktől, hogy máshol volt a gyermek, és ő otthon elmesélte, hogy mire kell figyelni. Úgyhogy én nagyon hiszek ebben, hogy minél korábban el kell ezt kezdeni, és ilyenkor nyáron, tavasztól, a gyermeknapokon keresztül, a nyári táborokon és az egyéb családi rendezvényeken keresztül meghívást kapunk, akkor nagyon szívesen megyünk, és ott minél nagyobb, szélesebb körbe el tudjuk ezeket mondani. És ott látványos konyhatűz bemutatót szoktunk tartani, ez az olajtűzes bemutató, ugye ti is tudatosítottatok már többször erről, hogy mikor egy lábasban igazi konyhai olajat szoktunk felgyújtani, és megmutatjuk annak a helyes és a helytelen veszélyhez vezető oltási módjait is. Hiszed azt, hogy a gyermekeken keresztül vezet az út a szülők felé ebbe az irányba, amikor a prevencióról beszélünk? Igen, igen, hiszünk abban, hogyha kisgyermekeknél el tudjuk ültetni ezeket az információkat az érdekesség nyelvén, az érdekesség eszközét használva, ugye a gyerek azért el szokta mesélni, hogy mi történik otthon, és hogyha azt gondolom, hogy erről nem lehet eleget beszélni, és hogyha nyilván nagyon sok szülő ezzel azért tisztában van, hogy mik azok a fontos dolgok, hogy kell megelőzni a tüzet, de hogyha minél többször hallják, akkor én azt gondolom, hogy azért jó helyre kerülnek ezek az információk. De nagyon fontos, például, hogy ugye stressz helyzetben az ember különbözőképpen működnek. Van, aki leblokkol, van, aki pedig cselekvésre kész, és azért, aki leszokott blokkolni, nem biztos, hogy neki elszébe jut például a segélyhívószám, a 112-es igen. telefonszám, ezért már a kicsikkel is nagyon könnyen meg lehet tanítani, hogyha baj van, akkor anya telefonján mit kell tárcsázni, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek az információk kicsiknek is igenis jó helyen lesznek. Volt már ilyen tapasztalatotok egyébként az elmúlt években, vagy az évtizedben, amikor gyermekhez kapcsolódó segélyhívás, vagy esetleg segítségadás? Én találkoztam már, de azt gondolom, hogy a kedves nézők is, meg sokan hattuk már, ugye inkább itt egészségügyi panaszokra lehet ez, ugye azért a nagyon gyorsan bejárt a különböző mindenfelteken, amikor néhány éves kisgyermek tudott telefonálni, igen, és akár egy nagyszülő újraesztésében részt venni a telefonon keresztül, és ők tudták azt, hogy de a saját családban is egyébként nekem a unokaöcseim elég fiatalok, 6-7 éves korukban már tudják, hogy mit kell tárcsolni, akkor mondják, hogyha baj van, akkor hívják a 112-t, és ezt egyébként nem én tanítottam meg nekik, mert nem csak ezt is vagy az óvodás korukban hozták magukat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezekben a pici években is nagyon fontos ezeket az információkat eljuttatni. Azt hiszem, hogy tényleg mondhatjuk, hogy igazán bajtársak vagytok, hogyha baj van, jóban, rosszban is, de főként nyilván a bajban. Hogyan segítitek, még kérlek mondd el néhány mondatban, például a székesfehérvári tűzoltóknak a munkáját? Egy ilyen esetet nekünk hogyan kell elképzelni, amikor ugye, nekik rohanni és vonulniuk kell? Ugye az önkéntes tűzoltó egyesületek úgy működnek, hogy a szabadidejük terhére és a felszerelés és egyéb képzettségeknek megfelelően tudnak segítséget nyújtani. Ugye egy ilyen nagyvárosban azért működik az ország egyik legnagyobb tűzoltó parancsnoksága, nincs akkora létjogosultsága egy tűzoltó egyesületnek, mint például egy vidéki település, ahova távolabb vannak a hivatásos tűzoltó egységek. Később fognak élni, és az ott lévő helyi önkéntesek azonnal el tudják kezdeni a mentési munkátokat, a tűzoltási munkátokat. Viszont egy ilyen városi tűzoltó egyesület életében nagy segítség tud lenni, azt gondolom, hogy a hivatásos tűzoltók felé, és amikor hosszan elhúzódó káresetek vannak, létszámban tudunk segíteni, ember mennyiségben tudunk segíteni, ne agyisten, vízszállításban tudunk segíteni. De hát volt azért arra példa, hogy amikor egy felvezetőben is említetted, hogy különböző programokon veszünk részt, biztosítjuk a rendezvényeket. Azt hiszem, hogy örökké emlékezetünkben marad egy sajnálatos tragédia, a Burgundy repülőnapnak a légi katasztrófája, ahol viszont mi láttuk el a
rendezvény biztosítását, és ott közel 20 perc volt, mire kiértek a hivatásos egységek ugye a távolság miatt, és ott pedig mi tudtuk elkezdeni azokat a munkákat, a mentési munkákat, illetve a tűzoltási munkákat, ami azt gondolom, hogy a tragédia bekövetkeztét már nem tudta visszafordítani, de azt gondolom, hogy a helyszín egy azonnal elkezdett segítség, az mindig egy ugye az első segítség a legjobb segítség, ezt szoktuk mondani, és a leggyorsabb segítség. Úgyhogy ezekben a területekben van tulajdonképpen létjogosultság egy ilyen tűzoltó egyesületnek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad nekünk, és megosztottad a nézőkkel. Azt gondolom, hogy hiánypótló mindig, amikor ti itt vagytok, és az egyenruhásoktól hallhatjuk azokat a dolgokat, amiket mi tulajdonképpen a mindennapjaink során nem tapasztalunk meg. Ha mégis meg kell, hogy tapasztaljuk, akkor viszont itt vagytok ti, és szerencsére segítetek nekünk. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.